Fontos a tehetség felismerése és gondozása. Erről beszéltek a Hegyvidéki Önkormányzat oktatási intézményeinek munkatársai egy rendhagyó vezetői értekezleten. Megújulnak a fővárosi fürdők, 50 éve nem látott fejlesztések indulnak a strandokon. Versenyben a Pindur-Pandúrok, közel 100 nagy csoportos vett részt a közlekedésbiztonsági vetélkedő kerületi döntőjén. A Budai Híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Magyar nyelv és irodalomból érettségiztek ma a diákok. Grendel Lajos irodalomtörténeti munkájának bevezetője, Szeneka idézet, Bodor Ádám novella, valamint Tóth Árpád és Jékely Zoltán versének összehasonlítása szerepelt a középszintű írásbeli érettségiben. A 240 perces írásbelin a vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk. A szövegértési feladatlap esetében 60 perc, a szövegalkotási feladatlap esetében pedig 180 perc állt a rendelkezésükre. Mintegy 78 ezer vizsgázó szerepelt magyarból, emelt szinten pedig közel 2000 vizsgázó. Az oktatási hivatal tudomása szerint minden a legnagyobb rendben lezajlott, nem kaptunk egyetlen értesítése arról, hogy bármi megzavarta volna érdemben a vizsgákat. A feladatsorok holnap reggel 8-kor lesznek nyilvánosak, együtt a megoldási útmutatókkal, vagy javítási értékelési útmutatókkal, az oktatási hivatal honlapján. A tehetség és a tehetséggondozás témája állt a középpontban a Hegyvidéki Önkormányzat oktatási nevelési intézményeinek számára rendezett interaktív előadáson. A meghívott vendég a terület legjelesebb magyarországi képviselője, dr. Gyarmati Éva pszichológus volt. A résztvevők új megközelítésben ismerkedhettek meg a tehetség fogalmával. Rendhagyó vezetői értekezleten vettek részt nemrégiben a Hegyvidéki Önkormányzat által működtetett nevelési oktatási intézmények munkatársai. Egy interaktív előadáson a tehetséggondozás témakörét járták körül a szakterület jeles hazai képviselőjével. Gyarmati Éva a fő előadónk, a Magyar Tudományos Akadémia fő munkatársa, és tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy hazánkban ő a tehetséggondozás nagykövete. Ő foglalkozik nagyon magas szinten a tehetséggondozás kérdésével hazánkban. Úgy gondoltuk, hogy mind az óvodákban, mind az iskolákban egy nagyon fontos kérdés az, hogy megfelelően tudjunk a tehetséges gyerekekkel külön foglalkozni. Ezért aztán nem csak az óvodák, hanem az iskolák képviselőit is meghívtuk erre a mai alkalomra. Dr. Gyarmati Éva előadásában többek között arról beszélt, hogy a tehetséggondozás és a felzárkóztatás nem külön kezelendő oktatási területek. Hangsúlyozta, gyakran előforduló eset, hogy egy tehetség valamilyen nehézség felmerülése során tűnik ki a tömegből. A mostani előadásnak az lesz a lényege, hogy együtt tudjuk kezelni a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Több szintű a tehetséggondozás, nem kiemelést jelent, hanem a mindennapok szintjén lehetőséget nyújtunk, majd utána ezen túli lehetőséget nyújtunk, és tulajdonképpen nagyon egyszerű a tehetséget megtalálni, mert aki élni akar a lehetőségekkel, az a tehetség, aki többet akar elérni, aki többet akar tanulni, aki több tevékenységet akar végezni, és ezt módszeresen, a céljait követve, másokat is bevonva eléri, az lesz majd igazi tehetség. A pszichológus szerint a szúnyadó tehetség fogalma nem helyes, ugyanis a tehetség folyamatosan dolgozik. Ez gyakran úgy lehet észrevenni, hogy a gyermek adott esetben másként viselkedik a többiekhez képest, mert az ő érdeklődése más irányba fordul. Éppen ezért a szülők és pedagógusok dolga a szakember szerint az, hogy hagyják kibontakozni a gyermeket azon a területen, ami megfelel az érdeklődésének. Arra kell figyelnünk, hogy minél inkább akár tehetséges a gyerek, akár nem, az fejleszti legjobban, az érdeklődésének megfelelő területeken tevékenykedhet. Mert a legfontosabb az, hogy ami érdekel, ott tevékenykedem, ahol tevékenykedek, ott egyre jobb leszek. Bármit csinálok, amiből sokat csinálok, abban egyre jobb leszek. Mert a szülőknek nem azon kell gondolkoznia, hogy tehetség vagy nem, hanem azon, hogy a gyerek mit szeretne csinálni, és ezeket az igényeiket kielégíteni minél jobban. A Hegyvidéki Önkormányzat rendszeresen tart hasonló értekezleteket az oktatási intézmények vezetői és munkatársai számára, amelyeken a résztvevők fontos szakmai információkkal gazdagodhatnak.
Szakácsnak, cukrásznak, pincérnek, eladónak és hegesztőnek jelentkeztek a legtöbben idén a szakiskolákba, írja a Világgazdaság. A szakközépiskolákban pedig a vendéglátás szervező vendéglős, az informatikai rendszergazda, a gépgyártás technológiai technikus, a pénzügyi számviteli ügyintéző, valamint az autóelektronikai műszerész, autószerelő voltak a legnépszerűbb szakok. Gimnáziumba és szakközépiskolába 2,2, illetve 2,8%-kal többen járhatnak ősztől, mint az előző tanévben, viszont a szakiskolákba 1,4%-kal kevesebb fiatalt vettek fel. Itt a diákok fele már duális képzésben tanul. 50 éve nem látott fejlesztések kezdődnek el hamarosan a budapesti fürdőkben és strandokon. Többek között a Gellért, a Széchenyi és a Királyfürdő is megújul. Így a magyar főváros még vonzóbbá válhat a turisták számára. A budapesti fürdők az elmúlt évben kiemelkedő évet zártak. Az esős nyár ellenére is 3,5 millió vendéget fogadtak, 6,5%-kal többet, mint 2013-ban. Különböző hőmérsékletű gyógymedencékkel, szaunákkal és különleges ivókúrákkal várja a látogatókat a Rudas gyógyfürdő. A komplexum energetikai korszerűsítése és új wellness részlege tavaly ősszel készült el. A fürdő a beruházást követően már is növelni tudta látogatottságát. Az elmúlt hónapokban másfélszer annyian keresték fel, mint egy évvel korábban. Nem csak a Rudasnak, de a többi budapesti fürdőnek is egyre több látogatója van. A Budapest gyógyfürdői és hévízei ZRT kezelésében álló gyógyfürdők és strandok tavaly 3,5 millió vendéget fogadtak. Az elmúlt egy évben, tehát 2014-ben, 13-hoz visszanyítva, egy olyan 130-140 ezerrel nőtt a forgalmunk, ami nagyon szép szám, főleg ha figyelembe vesszük, hogy ritka pocsék nyarunk volt tavaly. Ritka pocsék, a meteorológusok szerint is az elmúlt 10 évnek a legrosszabb nyara volt, és így is növelni tudtuk a forgalmunkat. A fürdők látogatottságával együtt a bevételek is növekedtek. Tavaly a budapesti fürdők nyeressége már elérte az 1 milliárd forintot, a bevételeket pedig újabb fejlesztésekre fordítják. Szőke László, a Budapest gyógyfürdői és hévízei ZRT vezérigazgatója elmondta, a következő években 50 éve nem látott mértékű beruházások kezdődnek el a fővárosi fürdőkben. A mintegy 10 milliárdos fejlesztés részeként például a Gellért, a Széchenyi és a Király gyógyfürdőt is korszerűsítik. Ami elódázhatatlan infrastruktúrális fejlesztés, az kettő, igazából az a Széchenyi meg a Gellért. De igazából a Király átépítés is elódázhatatlan, hiszen olyan állapotban van, hogy szükséges. A Csillaghegy is olyan állapotban, hogy szükséges az átépítése. Tehát én nehezen tudom ezt elválasztani. Tehát próbáljuk összekötni, ha már van egy elódázhatatlan infrastruktúrális fejlesztés igény, próbáljuk olyan szintre felhozni, hogy az újabb közönséget vonzunk be, hiszen nekünk vissza kell, hogy jöjjön az a pénz, amit befektettünk, és azért, hogy visszajöjjön, hogy újabb és újabb fürdőkbe tudjuk befektetni. A fejlesztések egy részét már idén megkezdik, így a Paskálfürdő bővítéséhez és téliesítéséhez már ősszel hozzálátnak. A Gellért fürdőben pedig nyárra új beléptetőrendszert alakítanak ki. A Gellértben egyébként 2017-re a gépészeti rendszer felújítását is elvégzik, és a tervek szerint 2018-ra egy új élményrészleggel is bővítik majd. Az átfogó fejlesztéseknek köszönhetően 2020-ig a mai 8 helyett 11 állandó fürdő működhet majd Budapesten. A magyarok egyre többet költenek pihenésre. Miklai Ákos, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a közrádióban arról beszélt, hogy mind a magyar, mind a külföldi turizmus növekszik, és nem egymás rovására, hanem egymás mellett. Az év első két hónapjában a belföldi vendégészakák száma 10%-kal, a külföldieké pedig 7,6%-kal emelkedett. A hazai szállodák forgalmának mintegy 25%-át a szépkártyás fizetés adta. Ismét megmérkőztek a pindúr-pandúrok. Az óvodások idén is különleges ügyességi feladatokban tehették próbára rátermettségüket a közlekedésbiztonsági vetélkedő kerületi fordulóján. A cél az volt, hogy a gyerekek játékos formában ismerjék meg a biztonságos közlekedés szabályait. A verseny végeredménye alapján a Süni óvoda nagycsoportosai képviselik majd a hegyvidéket a pindúr-pandúr vetélkedő országos döntőjén.
Lovacskázás és kocsival való akadálykerülgetés is szerepelt a feladatok között a Pindur-Pandur vetélkedő kerületi döntőiben. A Kimbi óvodában idén is játékos ügyességi és elméleti feladatokban mérték össze tudásukat az óvodások. A 12 hegyvidéki óvodából közel 100 gyerek érkezett a versenyre. Lelkesedésből idén sem volt hiány, a Pindur-Pandurok egyre hangosabban bíztatták egymást. Az ügyességi feladatok mellett a gyerekeknek rajzos tesztfeladatokat is meg kellett oldaniuk. Életkornak megfelelően van összeállítva, bővebben, amit tudni kell róla, hogy ugye gyalogos közlekedés, ami azt akarja, hogy hol biztonságos a gyalogosnak közlekednie, hol kellünk át az úttesten, körülnézés szabályai, fényjelzőkészülék ismerete. A feladatok célja az volt, hogy a gyerekek játékos formában ismerjék meg a biztonságos közlekedés szabályait. Ezek jelentős részével egyébként már tisztában van. A nagy csoportosok. A kerületi kapitányság munkatársai ugyanis rendszeresen tartanak foglalkozásokat a hegyvidéki óvodákban. A tanév során folyamatosan kapcsolatban vagyunk az óvodákkal, és átbeszéljük ezeket a gyalogos kérdéseket, kressztáblákat. Tehát az a tapasztalat, hogy nagyon felkészültek és jól ismeretekkel rendelkeznek. A közlekedés biztonsági ismereteket a környezeti nevelés részeként is oktatják a gyerekeknek. Emellett az egészséges életmódra nevelés is fontos szerepet kap a kerületi óvodákban. A Kimbi óvoda programjában, a Kimbi pedagógiai programban kiemelt szerepet kap a mozgás, sport, illetve az egészséges életmódra nevelés. Nekünk napi szinten ugye két mindennapos testnevelésünk van, akkor a programunkban a görkorcsolya oktatás kötelező jelleggel szerepet már kis csoporttól, és ugye heti egy nagy testnevelés foglalkozásunk is van. A Kimbi óvodában megrendezett vetélkedő tétje nagy volt. A győztes csapat az országos döntőben képviselheti a hegyvidéket. Erről egyébként sorsolással döntöttek, így a május végi döntőn a Süni óvodák csapata bizonyíthat. Az országos versenyt közel egy hónapos felkészülés előzi meg. Ebben a 12. kerületi rendőrkapitányság munkatársai is segítik majd az óvodásokat. Az inkontinencia a női lakosság 15-17%-át, a férfiak 5%-át érinti. A jóindulatú prostata nagyobbodás nagyjából a férfiak 60%-ánál jelentkező probléma, a prostatarák pedig minden hatodik férfi esetében kimutatható. A vizelettartási zavarok és a prostata betegségei volt az Egészségesen a Hegyvidéken Szabad Egyetem előadásának legutóbbi témája. Dr. Banyó Tamás urológus szakorvos elmondta, az említett egészségügyi problémák hátterében az életkoron túl olyan életmódbeli problémák, mint például az elhízás és a cukorbetegség állnak. A szakorvos szerint fontos, hogy a férfiak is részt vegyenek szűrővizsgálatokon a betegségek megelőzése érdekében. Az egyik legfontosabb dolog az immunrendszernek a jó állapotban való tartása. Ugye ez az életmódban egy kevés stresszel járó, észszerű étrendet követő életmód, amiben beletartozik például a megfelelő mértékű, nem túlzott napfényen való tartózkodás, a nehéz ételeknek a kerülése, az elhízásnak a kerülése. A lakosság közel harmada dohányzik, a férfiak között sokan küzdenek alkohol problémákkal, emellett hazánkban a teljes lakosság több mint 50%-a túlsúlyos vagy elhízott. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal lakossági egészségfelmérésének tavalyi eredményéből, melynek során 15 évnél idősebbeket kérdeztek meg. Mindezzel együtt a magyarok többsége szerint az egyén sokat tehet egészsége megőrzéséért. Híradónkat az interneten is megnézhetik a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!